Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. A mai videóban 10 nagyon egyszerűen elkészíthető adventi dekorációt fogok nektek mutatni. Habár 2 hét múlva karácsony van, az időjárás egyelőre még nem télies. Ettől függetlenül az erdőbe kisétálva csoda dolgokat gyűjthetünk, hogy kidíszítsük a lakásunkat. A nappaliban bárhova elhelyezhetünk, borostyánágakat, fenyőágakat vagy csipkebogyót, mindenhol nagyon jól mutat, és igazán kellemes, karácsonyi hangulatot ad az egész lakásnak. Citrom és almakarikákat én a kályhában szoktam szárítani, de alacsony hőfokon, akármilyen sütőben meg tudod tenni. A szárított alma nem csak teába finom, én most a kályhára készítek belőle egy füzért. A régi bolha piacos bőröngyeim mindenféle kincseket rejtenek. A dekorációs célra megmentett textilek között biztosan találok olyat, ami a karácsonyi hangulatnak megfelel. Némelyik szobanövényem új ruhát kap. A legegyszerűbb, hogyha régi pulóvernek az ujjába húzzátok bele a kaspót. Ezt a pici téli hangulatú bolhapiacos képkeretet pedig egy régi, norvég mintás kötött pulcsi maradékával fogom feldobni. Évekkel ezelőtt egy turiban bukkantam rá erre a nagyon szép norvég mintás kötött ruhadarabra. Most a kandallóra ebből készítek zoknit.
A karácsonyi dekorálásból a konyha sem maradhat ki. Az ablakba egy nagyon egyszerű fenyőtoboz füzért rakok, amit még évekkel ezelőtt készítettem. A konyha szekrény ajtaja egy kicsit csipkebogyó és borostyán koszorú díszt kap. Már több éve egy raklap fenyőfa adja az egyik központi elemét a karácsonyi dekorációnak. Erre most idén saját magam készítek természetes díszeket. Faágakból csillagot kötözök, régi filc darabot dobok fel egy apró hímzéssel. Régi gyapjú fonal maradékból pedig fehér hópihéket készítek. Az erdőben szedett rengeteg csipkebogyóból készített füzér szintén a kisfa dísze lesz.
és természetesen nem maradhatnak el a szárított citromkarikák sem. Ha tetszett a videó, megköszönöm, ha jelzitek ezt egy lájkkal, és megosztjátok. Ha pedig feliratkoztok, akkor biztosan nem maradtok le a következő videóról, ami még reményeim szerint idén el is fog készülni. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Mindenkinek kívánok boldog, nyugodt, kellemes készülődést a karácsony előtti időszakban.